Az ápoló szolgálat iránti kérelem egyre több, jelenleg több mint 10 vannak várólistán. Az önkormányzatnak 2016. november 1-től egy non-profit szervezettel volt szerződése, amelynek értelmében a szervezet a várostól 14 ápolót át tudott venni, akik 22 rászorulóról gondoskodtak. Ez a szerződés idén április 30-ával véget ér, és sajnos az előzetes híresztelések ellenére nem is folytatódik tovább. A város, illetve a városi hivatal föl van arra készülve, hogy ez a 14 ápoló, aki a 22 ápoltról gondoskodik, május 1-től átkerülnek hozzánk. A városi idősek otthona teljes kapacitással 170 fővel működik Dunaszerdahelyen. Az érdeklődés ennél nagyobb. Sokszor még meg is haladjuk a kapacitást, ugyanis a érdeklődés az idősek otthona iránt elég nagy, a várólistánk elég hosszú, most is 17 ember van csak a várólistán, ebből nagyjából 9 szerdahelyi és 8 pedig a környező falvakból. Az idős gondozás egyre hangsúlyosabb szerepet kap majd a jövőben, hiszen az idősek aránya folyamatosan nő. Jelenleg Szlovákia lakosságának már mintegy 20%-a 60 éven felüli.